A Challenge Grand Slam Abu Dhabi zárónapján az orosz Inal Tasoev csillogtatta tudását és erejét. A 100 kg-on felüli súlycsoport döntőjében az olimpiai bajnok Lukasz Krpeleket győzte le. A verseny nyitó rendezvényén a cseh versenyző elől szerezte meg pályafutása első Grand Slam aranyérmét. A meccs után a tatamin mindketten a Challenge etikettjének magas iskoláját mutatták be. Igen, ez az első Grand Slam aranyam. Világversenyen már győztem, de sosem harcoltam még Grand Slam döntőben. Nem számítottam sikerre. Magam is meglepődtem a győzelmen, így örömöm határtalan. A nők mezőnyében a záró napon a holland Gustje Steenhuis emelkedett ki. A döntőben a második kiemelt brit Natalie Powell volt az ellenfele. A világ első Steenhuis azonban magabiztosan hozta a formáját. Egy csavaros makikómával nyitott, majd egy vazaarival nyerte meg a bajnokságot, és állt fel a dobogó legmagasabb fokára. Mindig kedveltem a balkezesek harcát, ilyenkor érvényesül a leghatásosabban a fogásom. Sokat mozogtam, mégis kényelmesen és erősnek éreztem magam. Remek érzés volt. A 90 kg alattiak döntőjében az Európa-bajnok Igor Nyikov a magyar Tóth Krisztián győzte le. A fehér orosz Marina Sluszkaja a női mezőny legnehezebb súlycsoportjában diadalmaskodott, iponnal nyert a francia Bayrou ellen, és ezzel megszerezte első Grand Slam aranyát. Az érmet Nasser al-Tamimi a Nemzetközi Challenge Szövetség kincstárnoka adta át. Peter Pálcsik szerezte meg Izrael második aranyérmét az idei tornákon. A döntőben az azeri Elmar Gassimovot verte meg. Egy gyors támadás után Vazaarit ért el. Abu Dhabiban mások is történelmet írtak. A szerb Kukoi egy lenyűgöző fogást mutatott be, ezzel meglepte ellenfelét, és végül bronzzal fejezte be a versenyt. Csodálatos befejezése volt a történelmi Grand Slam tornának.